Ég a tűzeg Tiszakanyár határában. A tűz terjedését a kisvárdai és a cigándi katasztrófa védőknek sikerült megakadályozniuk, viszont az oltást hátráltatja, hogy a terület nehezen megközelíthető. Integrált területi program. Ma lépett életbe a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nyíregyházi Önkormányzat közötti megállapodás, amely a 2014-2020 közötti időszak városfejlesztéseit érinti. Helyreállítják az iskolát. Az előzetes kárfelmérések szerint 50-60 millió forintos viharkár keletkezett a Vásáros-Naményi Eötvös József Általános Iskola épületében. Átmeneti időre a szomszédos művelődési házban kezdi el a tanévet három iskolai csoport. Közel egy hónapja ég a tőzeg Tiszakanyár mellett egy lápos területen. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A tűz terjedését a kisvárdai és a cigándi katasztrófa védőknek sikerült megakadályozniuk, viszont az oltást hátráltatja, hogy a terület nehezen megközelíthető. A vélhetően öngyulladás okozta tőzegtüzet eddig még nem sikerült teljes egészében eloltani. A felszálló és a környék településeire ereszkedő füstöt a katasztrófa védelem mobil laborjával folyamatosan vizsgálják, hogy az jelente veszélyt az emberi szervezetre. A katasztrófa védelem és a tűzoltók több autóval tartózkodnak a tűz helyszínén. A tűzoltók a járművekkel csak az égő tőzeg szélét tudják megközelíteni, és tovább nehezíti az oltást, hogy a környéken csak egy kis csatornából tudják feltölteni a tartályaikat az oltáshoz szükséges vízzel. Durván egy hónapja kezdődött ez az egész. Szerintem nagyon kiszáradt ez a terület, a tőzeges rész. Öngyulladás okozhatta. Nagyon nagy füst van esténként, amikor a levegő már, hát hogy úgy mondjam, nehezebbé válik, akkor a környéket ellepi a füst, és be kell zárni az ablakokat, reggel még mindig érződik, napközben így, mint ahogy látjuk is, nem különösebben lehet érezni. A környező települések a szakértők tájékoztatása szerint nincsenek veszélyben. A katasztrófa védelem folyamatosan koordinálja az oltást és a tűz megfékezését. Három napja érkezett a megyei igazgatóságunkra a jelzés, mely szerint Tiszakanyár és Kékcsek közötti területen, a tőzeg területen füstölést tapasztaltak. Kiérkező egységeim megállapították, hogy akkor már körülbelül egy 20-25 hektáros területen füstölt a tőzeges terület. Erdők közelében van ez a terület, és az erdőket, illetve a növénytermesztő területeket veszélyeztette. A katasztrófavédelem mobil laborja 12 féle gáz koncentrációját képes kimutatni a légtérből, valamint képesek meghatározni a terjedési irányt, és kézi eszközökkel a tűz helyszínén is azonosítani tudják a légkörbe jutó esetleges mérgező gázokat. Kékcse, illetve Tiszakanyár irányába terjed a füstgáz, de a méréseink pillanatában csak érzékszerveinkkel volt érezhető a füstgáz, káros értéket nem tudtunk kimutatni. A szúró szagot egyébként a megye több pontján is lehet érezni. A szél a megye délnyugaton fekvő területeire viszi a füstöt. Ma lépett életbe a Nemzetgazdasági Minisztérium és Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata közötti megállapodás, amely a 2014-2020 közötti időszak városfejlesztéseit érinti. A nyíregyházi közgyűlés egyetértett az integrált területi program módosított tartalmával, így a megállapodást jóvá hagyta. A képviselők döntöttek továbbá arról, hogy újabb kerékpárutak építésére nyújtanak be pályázatot. A megyeszékhely önkormányzata tekintettel arra, hogy a Nyíregyháza Spartacus MB3-as szerepléssel elesett minden szakszövetségi finanszírozástól, szponzori szerződésben meghatározott feltételek szerint járul majd hozzá a csapat jövőbeni működési költségeinek fedezetéhez. Erről is döntés született a nyíregyházi közgyűlésen. A továbbiakban pedig jóváhagyták a Nyírtávhű Kft. És az önkormányzat közötti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítását. Egy sikeres KEO pályázatot követően a kiíró az garanciát kér arra, hogy a pályázatból megvalósult beruházás fennmarad, ezért egy 5 éves ciklusra 2020 év végéig közszolgáltatási szerződést kell kötni a pályázatban megvalósított beruházásokra. Ezek a beruházások, ezek a város különböző területein távfűtési vezetékcserék lesznek, távfűtési vezeték korszerűsítések, úgyhogy a napirendi pont ezt tartalmaz, ennek a szerződésnek a meghosszabbítását.
tartását 2020-ig. Jelenleg is van már egy ilyen szerződésünk, de az 2019-ig érvényes, egy korábbi pályázatnak a hozománya ez. Most ezt egy évvel meghosszabbítjuk. A megyeszékhely közgyűlésén az egyik napirendi pont a lezárás, az elbírálás és a megvalósítás alatt álló városi pályázatokról szólt. Nyíregyházára az jellemző, és ez nagyon büszkén mondhatom el, hogy mi mindig kicsit előre gondolkodunk a pályázatainkkal. Én ezt emelném ki ebből a napirendi pontból is, hogy vannak úgynevezett előkészítés alatt lévő pályázatok, amelyeket várjuk azt, hogy mikor dördül le, úgymond a startpisztoly, mert nagyon sokszor nagyon rövid idő van arra, rövid idő áll rendelkezésre, hogy egy pályázatot be tudjunk adni, és gyakorlatilag most ezek kapcsán is, tehát a beadandó pályázatainkról is. Ez egy beszámoló tulajdonképpen, egy tájékoztató a lakosság számára. A 2014-2020-as uniós úgynevezett integrált területi program nyíregyházi forráskerete több mint 24,6 milliárd forint. Az irányító hatóság és a város között létrejött egy megállapodás, amely gyakorlatilag a pályázatok elindításának feltétele. A megállapodás záradéka szerint az a közgyűlés általi jóváhagyással a jóváhagyás napján lép hatályba. Ugye azt tudjuk, hogy a városnak van egy 50-60 milliárd forintos elképzelése, ebből a 24,6 milliárd forint érhető majd el, tehát az a kérdés, hogy a következő időszakban mely pályázatok fognak kiírásra kerülni, és ezek a pályázatok majd hogyan fognak összhangban állni a város elképzeléseivel, hogyha ez így lesz, akkor szerencsés helyzetben leszünk, hogyha nem, akkor pedig nyilvánvalóan azzal kell számolni, hogy a későbbi kiírások során fogja majd a város benyújtani azokat a pályázatokat, amelyek a saját érdekeit legjobban képviselik. A közgyűlésen eldőlt a kerékpárút hálózat fejlesztésére is pályázik majd Nyíregyháza. Az ezzel kapcsolatos előterjesztésben már az is szerepelt, hogy mely útszakaszokon fejlesztenének. A tervek szerint többek között a Kálói út, a Kemecsei út és a Dózsa-György utca kijelölt szakaszain alakítanak ki egyesített gyalogkerékpárutakat. Minden olyan beruházást, amely a nyíregyházi lakosokat pozitívan érinti, támogatni tudjuk konstruktív ellenzékként, viszont keveseik azon szilárd burkolat beruházásokat, melyek a gépjárművezetőket érintik, illetve azon lakosokat, akiknek még mindig a nyáron a por, télen az eső és a latyak miatt kell elszenvedniük a nehéz körülményeket. Ilyen utcák számtalanok vannak, Bokortonyákon, Nyíregyháza külterületeit érintve, úgyhogy szeretnénk, hogyha a város ezekre is nagyobb figyelmet fordítana. A testület arról is döntött, a Megyei Jogú Városok Szövetsége által tett felhíváshoz csatlakozva Nyíregyháza újabb támogatást nyújt a válsághelyzetben érintett kárpátaljai magyarok megsegítésére. Az előzetes kárfelmérések szerint 50-60 millió forintos viharkár keletkezett a Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola épületében. Július végén rongálódott meg az intézmény tető szerkezete, ami beázásokat okozott. A helyreállítás hamarosan elkezdődhet, addig átmeneti időre a szomszédos művelődési házban kezdi el a tanévet három iskolai csoport. Július 24-én pusztító vihar söpört végig Vásárosnaményon. Mint ismert, több lakóház mellett a város általános iskolájában is jelentős, közel 50-60 millió forintos kár keletkezett. Megrongálódott az intézmény tetőszerkezete, valamint a 2005-ben felújított tornaterem is kárt szenvedett. A biztosító felmérte az épületben keletkezett veszteség mértékét a nyár folyamán. A hivatalos kárjelentés után kezdődhet meg a felújítás, várhatóan augusztus végén. Az épület tetejét kell helyreállítani, továbbá a felső szint teljesen elázott. 5 tantermünket érintett ez a káresemény, tehát 5 tantermünk ment tönkre a viharban, 5 osztályt kell elhelyeznünk most ideiglenesen máshol. Az iskola területén, illetve a szemben lévő művelődési központban bérelünk 2 helyiséget. Itt az iskolával szemben lévő művelődési központban 3 termet használnak majd a diákok és a tanárok, amíg vissza nem költözhetnek, tájékoztatott a polgármester. Jeleztük a Viszmajor keretterhére is azt, hogy milyen kár érte a városunkat, illetve mivel ugye saját intézményünkről van szó, de a fenntartói jelenleg nem mi vagyunk, hanem a Klik, így a Klik biztosításnak a terhére történik meg majd a felújítás. Ez folyamatban van, tehát még nem látjuk azt az összeget, amelyből majd úgymond újjá kell, hogy építsük ezt a rendszert. A gyerekek, a szülők és a tanárok is rugalmasan alkalmazkodnak a kialakult helyzethez. A pedagógusok pedig felkészültek a jövő héten kezdődő tanévre. A tantárgy felosztást és az órarendet rendben elkészítették. A Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskolában 700 gyerek kezdi el a 2015-16-os tanévet.
8000 doboz csempész cigarettát találtak a NAV munkatársai Tiszabecsen egy csempészetre átalakított gépkocsiban. A pénzügyőrök ellenőrzést végeztek, amikor felfigyeltek egy ukrán rendszámú gépkocsira, amely egy ingatlan udvarára hajtott be. Követték a járművet, majd az ingatlan egy leválasztott rejtek helyén megtalálták az autót és annak vezetőjét. A gépkocsit átvizsgálták, az utastérben és csomagtartójában 8000 doboz magyar adójegy nélküli cigaretta volt elrejtve, továbbá a jármű adattábláján és alvás számán szándékos rongálás nyomait is észrevették. A pénzügyőrök a 7 millió forint értékű füstölni valót és a járművet lefoglalták, az ukrán sofőr ellen költségvetési csalás, valamint egyedi azonosító jellel visszaélés miatt büntető feljelentést tettek a NAV pénzügyi nyomozóinál. A magyar katona kultúra hagyományait őrzi, a katona közösséget pedig összekovácsolja az első vajai honvéd művésztelep. Az alkotótábor életébe hamarosan betekinthetnek, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Bentlakásos edzőtáborban napi 3 edzéssel készült az elmúlt egy hétben az NB2-es bajnokságra a Kölcsei Díjese női kézilabda csapata. Hadobás István együttese a hétvégén Máté Szalkállé pályára egy 3 csapatos felkészülési tornán. Zoran Krisztanovics személyében szerb centert igazolt a Marsó-Nyíregyháza. A 206 cm magas 33 esztendős középjátékos már játszott Magyarországon. A 2006-2007-es szezonban Sopronban, tavaly pedig Szombathelyen lépett pályára. Az új légiós a pénteken érkező amerikai Aruval egyetemben a hétvégi kassai edzőmeccseken mutatkozik be a nyíregyházi csapatban. A magyar katona kultúra hagyományait őrzi, a katona közösséget pedig összekovácsolja az első vajai honvéd művésztelep. A Vai Ádám kastély kertjében alkothatnak a képzőművészek 10 napon át. Az alkotótábor a Magyar Honvédség 5. Bocskai Lövészdandár és a Vitéz Szurmai Sándor Budapest helyőrség dandár támogatásával hagyományt teremtő céllal jött létre. A grafikai alkotásoktól az olajfestésen át több képzőművészeti műfajban megmutatják tehetségüket a résztvevők. Idén első alkalommal 8 alkotó találkozhatott a vajai művésztelepen. Linómetszetek, részkarcok, monotípia, a grafikai alkotások sokféle arcát mutatták meg a műhely munka során. A honvédség kötelékében dolgozók és munkatársaik több évtizede foglalkoznak a képzőművészet valamelyik ágával, most együtt alkothatnak közel 10 napon át. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kölcsei Ferenc tanítóképzőjének művészeti tanára Tamus István nyújt segítséget az alkotótábor munkájához. Ő grafikus, tehát úgy gondolta, ennek a műfajnak is áldoznak idejükből a tábor alatt. A témák pedig változatosak. Vaja, a vár, a szobor, park, az egy nagyon jó kiindulási alap, ezt meg lehet szépen fogalmazni, aztán itt a vegetáció, a növényzet, mert nem kell őket most mindenáron ebbe a tematikába bele zsúfolni, mert egészen más is csinálhat. Viszont ezt jövő január 21-e kultúrnapján be fogják mutatni, és hogy a vajai kötődés az kiderüljön, nyilván ebből a anyagból kell majd vajai művek erősíteni ezt a dolgot, hiszen ebből később akár képeslapok, egy több évre szóló művésztelepnek az alapját lehet lerakni, ha most ez sikeresen alakult. Amellett, hogy mindenki hozott magával gyakorlatot és tudást, a táborban is tanultak újat. Nekem a linó és ez a részkarc, ez egy teljesen új technika. Én ezt így messziről láttam, de nem tudtam, hogy hogyan készül. Nagyon érdekesnek találom. Az alkotótábor anyagát a fővárosban is bemutatják, egy része pedig itt marad a Vajai Múzeumban. A hagyományt folytatjuk, egy-két alkotást minden alkotótól befogadunk. Ezt leltározzuk, ezzel gyarapodik a gyűjteményünk, a kortárs képzőművészeti gyűjteményünk. A második, harmadik munkákat pedig a katonák elviszik, és ott a dandárnál helyezik majd el. A műhely kiállítást szeptember 3-án csütörtökön nyitják meg a Vajai Vai Ádám kastélyban. Bentlakásos edzőtáborban napi 3 edzéssel készült az elmúlt egy hétben az NB2-es bajnokságra a Kölcsei Díjese női kézilabda csapata. Hadobás István együttese a hétvégén Máté Szalkállé pályára egy 3 csapatos felkészülési tornán.
Jubileumi 25. NB-s idényére készül a Kölcsi DS-e, ami a diákcsapatok között egyedülálló az országban. Az elmúlt negyed században jó néhány élvonalbeli, sőt válogatott játékos is nevelkedett Hadobás István kezei alatt, akinek gyakorlatilag minden nyáron új csapatot kell építenie, mivel az érettségizők közül mindig vannak távozók. Nem volt ez másként az idén sem. Sajnos komoly változások történtek, és komoly vérveszteségeink is vannak. Részint két játékosunkat, Ruska Zsófiát és Papandreát megműtötték. Térd probléma mind a kettőnél, úgyhogy ők néhány hónapra kiestek, és hát a tanulmányi és egyéb elfoglaltságok miatt nagyon komoly potenciális játékosainkat veszítettük el. Gyimesi Lola orvosi egyetemre jár, most átmenetileg nem jön. Móré Kati családi okok miatt a konkurens Máté Szalkához igazol. Rajta kívül Moraszki Babett Budapesten folytatja a tanulmányait, mint ahogy Simai Olga kezdőkapusunk is. Tehát ezek mind-mind meghatározó emberek. Viszont érkeztek új nyolcadikosak, akik a Kölcsébe folytatják tanulmányaikat. Érkezett egy beállósunk is Hajdunánásból, aki az utóbbi időben ott nem játszott, de egy tehetséges, jó játékos. A csapat augusztus 10-én kezdte el a munkát, amelynek az elmúlt egy hét volt a legkeményebb időszaka, ugyanis napi 5 órát edzettek a játékosok. Kelemen Gréta a 10. nyári felkészülését végzi a Kölcseiben. Ez mind közül szerintem a legkeményebb eddig. Napi 3 edzést tartunk, reggel futóedzés, kondi edzés, 10 órától pedig labdás, és ez is inkább kondi, mert medicinlabdával, 3 kilós medicinlabdával, meg 1 kilós medicinlabdával dolgozunk. Nagyon sok sprinteket, hosszú távú futások, és hát délután a benchben szoktunk általában taktikai labdás, de ott is inkább az iram játék szokott menni. A Kölcsei a hétvégén Máté Szalkán vesz részt egy felkészülési tornán a házigazda és a debreceni csapattársaságában. Az NB2-es szezont szeptember 21-én hazai pályán a Bencs iskola csarnokában a Hajdúböszörmény ellen kezdi majd Hadobás István együttese. Zoran Krisztanovic személyében szerb centert igazolt a Marsó-Nyíregyháza. A 206 cm magas, 33 esztendős középjátékos már játszott Magyarországon. A 2006-2007-es szezonban Sopronban, tavaly pedig Szombathelyen lépett pályára. Az új légiós a pénteken érkező amerikai Aruval egyetemben a hétvégi kassai edzőmeccseken mutatkozik be a nyíregyházi csapatban. Közeledik a bajnoki rajt, sorra játsszák az edzőmeccseket a csapatok, és sorra érkeznek az együttesekhez a légiósok. A Marsó-Nyíregyháza játékos kerete is bővült a héten, egy rutinos center érkezett Sitko Jernő együtteséhez. A 33 éves szerb Zoran Krisztanovic 8 évvel ezelőtt Sopronban, a legutóbbi szezonban pedig Szombathelyen játszott, közben több éven keresztül szerepelt a kolozsvári csapatban. Tudom róla, hogy mit tud, nagy tapasztalattal rendelkezik, és már a magyar bajnokságban is játszott. Így nagyjából ismeri az itteni helyzetet. Illetve az is, hogy még játszottam ellene, és éreztem, hogy milyen keményen tud védekezni. Ugye egy játékos mindig érzi azt, hogy az ellenfele mennyire erős fizikailag, és ha fizikailag gyengébb, akkor nem kell színezni túlságosan a technikai dolgokat, akkor erőből is meg lehet verni. Őt nem tudtam, ellene színezni kellett, úgyhogy mindenféleképpen mellette szólt. Illetve az elmúlt éveknek a mutatói is. A sportban ugye mindig az előzmények alapján próbálunk meg játékosokat választani. Éppen ezért nem tudjuk, hogy abban az évben milyen teljesítményt fog nyújtani, de úgy gondolom, hogy ő egy sok tapasztalattal rendelkező biztos pontja lesz a csapatnak. A 206 cm magas középjátékos számára nem ismeretlen a magyar bajnokság, amelynek szerinte évről évre javul a színvonala. I play one and a half season. Másfél évet játszottam Magyarországon. A magyar bajnokság évről évre fejlődik, a külföldi játékosok is egyre jobbak, bár az új légiós szabály korlátozza a számukat. Ennek ellenére minden mérkőzés rendkívül kemény, akár hazai pályán, akár idegenben játszik a csapat. A Marsó NKK pénteken és szombaton Kassán a Slavia TU Košice ellen lép pályára. A két meccsen már szerepet kap Krisztanovic, valamint megmutathatja magát az amerikai Tate Anru is. Sikerrel vette az első fordulót a US Open selejtezőjében Fucsovics Márton. A világranglista 200. helyén álló nyíregyházi teniszező a 129.-ként rangsorolt brazil André Gem ellen győzött 6-2-6-2-re. Fucsovics a második körben magyar idő szerint csütörtök éjjel a német Péter Golyovcsik ellen lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Közel egy hónapja ég a tőzeg Tiszakanyár mellett egy lápos területen. A tűz terjedését a kisverdei és a cigándi katasztrófa védőknek sikerült megakadályozniuk, viszont az oltást hátráltatja, hogy a terület nehezen megközelíthető.
A vélhetően öngyulladás okozta tüzet eddig még nem sikerült teljes egészében eloltani. A felszálló és a környék településeire ereszkedő füstöt a katasztrófa védelem mobil laborjával folyamatosan vizsgálják, hogy az jelente veszélyt az emberi szervezetre. Ma lépett életbe a Nemzetgazdasági Minisztérium és Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata közötti megállapodás, amely a 2014-2020 közötti időszak városfejlesztéseit érinti. A nyíregyházi közgyűlés egyetértett az integrált területi program módosított tartalmával, így a megállapodást jóváhagyta. A képviselők döntöttek továbbá arról, hogy újabb kerékpárutak építésére nyújtanak be pályázatot. Az előzetes kárfelmérések szerint 50-60 millió forintos viharkár keletkezett a Vásárosnaményi Eötvös József általános iskola épületében. Átmeneti időre a szomszédos művelődési házban kezdi el a tanévet három iskolai csoport. A Kölcsei Televízió csütörtöki hírműsorát látták. A legfrissebbekkel péntek este jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik honlapunkon. A munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap többnyire napos, meleg időre számíthatunk. Anticiklon alakítja időjárásunkat, így egyre szárazabb, melegebb levegő érkezik térségünkbe. Éjjel derült idő várható, hajnalban, reggel, néhol párafoltokkal. Reggelre általában 14 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben kevés fátyol, illetve gomoly felhő várható, csapadék nem lesz. A déli szél időnként megélénkül, délutánra 32 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A jövő hét közepéig strandidőre, zavartalan napsütésre, napközben országszerte kánikulára számíthatunk, 30 fok feletti hőmérséklettel, a hajnalok azért felfrissülést hozhatnak a továbbiakban is. Szerdától azonban lehűlés kezdődik, akkor már záporok, zivatarok is kialakulhatnak.